Jakab Péter átvette a vezetést az ellenzéki miniszterelnök jelöltek között. Az AVEC Research friss felmérése szerint jelenleg a Jobbik elnökét látnák a legszívesebben az ellenzék közös jelöltjeként az előválasztáson résztvevő szavazók. Vendégünk Jakab Péter. Már is itt van Jakab Péter, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! No, hát úgy indokolta a felmérés eredményét a 168 órának, hogy az emberek nyelvén beszél egy közülük. A többi miniszterelnök jelölt nem egy közülünk. Mit ért ez alatt? Márki-Zay Péter nem egy az emberek közül? Én nem akarom őket minősíteni, ők majd eldöntik, hogy mivel kívánnak előválasztást nyerni. Az biztos, hogy én azt tapasztaltam az elmúlt, hát most már közel 3 éves parlamenti pályám során, hogy értjük egymást a választókkal. Tehát én értem őket, és ők is értenek engem. Nézd, a Jobbik egy emberközpontú párt. Tehát én nem eszmetörténeti, meg ideológiai kérdésekre koncentrálok, hanem az emberekre koncentrálok, ami azt jelenti, hogy soha senkitől nem azt kérdezem meg, hogy tessék mondani, miben tetszik hinni, hanem azt kérdezem, hogy miben segíthetek. Ami nyilván a Jobbik keresztény szociális önmeghatározásából levezethető, hiszen a nemzet egészét akarjuk képviselni, azokat is, akiket a Fidesz egyébként akár a szegénységük okán, de kitaszított a nemzet fogalmából. Attól lesz egy az emberek közül, hogy parizert és kifli teszik, és ezt posztolja? Ugye ez hiteles, miközben nyilvános természetesen a fizetése, és meg is kapta a parlamentben a miniszterelnöktől, hogy ő nem egy szegény legény, több milliós fizetése van. Ki hiszi ezt el önnek? Ettől hiteles, nyilván nem csak parizerre telne. Nézze, tehát a parizerből nem én csináltam kampányt, hanem a Fidesz. Én egész egyszerűen csak megmutattam azt az embereknek, hogy éppen aznap mit ebédeltem, ami parizer volt kiflivel meg piros aranyjal. Semmit nem akart megkaptam ezzel üzenni? Semmit? Az, hogy egy egyszerű ember vagyok, aki pontosan úgy él, mint bárki más. Ennek egyébként van egy olyan üzenete is, hogy ha valaki frakcióvezető lesz, meg egy pártelnök, az nem kívánja meg azt, hogy ő elkezdjen urizálni. Tehát én nem luxusjachton pihennek, és nem luxusrepülővel utazgatok össze-vissza, hanem minden a stúdióból mondjuk egy budapesti panellakásba fogok hazamenni, és egy pohár tejfölt fogok megenni. Egyébként nem gondolja, hogy esetleg ez az oka már, mint az ilyen posztoknak, amit volt pártársa Mirkóczky Ádám Eger polgármestere mondott. Mit szól ehhez? Adott egy interjút a Magyar Hangnak, és azt mondta, hogy a Jobbik kommunikációja végtelenül proli. A Fidesz is számtalanszor érte vád az ellenzék részéről is, meg politikusok, politológusok részéről is, hogy rendkívüli módon leegyszerűsítette a mondani valóját. Annyi volt a kampány 18-ban, hogy folytatjuk, meg migráns, bevándorlók, Soros. Ez irányba tart? Egy biztos, hogy én nem a budai elitből érkeztem a politika világába, hanem a vidék valóságából. Tehát nyugodtan mondhatom, hogy ismerem a húsba vágó problémákat, amelyek nyomasztják az embereket, és ezekről a problémákról pontosan úgy beszéltem eddig, és úgy fogok, hogy jövőben is beszélni a parlamentben, ahogy az emberek is ezt megteszik egymás között. Sokszor nyersen, sokszor karcosan, ezt el kell ismerni, de mindig őszintén, még akkor is, hogyha ezért milliós büntetés jár, ami egyébként azt is jelent, és ez számomra egy fontos alapelv, hogy soha nem kötök alkut a hatalommal, de mindig képes vagyok kompromisszumot kötni az országért. Ami azt jelenti, hogy az Orbán rezsimmel szemben elmegyek a falig, vagy ha kell azon túl is, de egyébként az ellenzéki partnerekkel mindig képesek vagyunk kompromisszumokat kötni, pontosan az ország érdekében. Ez vezet el a kormányváltáshoz, egyébként a közös nemzeti minimumoknak a megtalálása és lefektetése. Vissza még a kritikákhoz, nem csak a Fideszt támadja, vagy kritizálja ezért a kommunikációjáért, hanem volt pártelnöke Vona Gábor is, szerinte sem a parizer fogja meggyőzni a választókat. Nincs víziója a Jobbiknak, illetve azt mondja, hogy a Jobbik egy médiapárt, nincsen hálózata, a szervezeti mítosza létezik már a Jobbiknak, egyébként pedig nincs ilyen. Mit mond erre? Keserű ember, keserű szavai. 3000. Miért lenne új, keserű? 3000. Hát nézze, tehát Vona Gábornak megvolt a lehetősége, hogy kormányt váltson 2018-ban. Ehhez egy valami kellett volna, de az mindenképp összefogás. Összefogás nem lett, helyette lett Fidesz kétharmad. Én egészen más utat járok, én az összefogásban hiszek, abban hiszek, hogy valóban meg kell találni kompromisszumok árán a közös minimumokat, és erre lehet felépíteni egy sokkal jobb Magyarországot. Ezt egyébként az is mutatja, hogy jelenleg 3000 új jelentkező vár arra, hogy felvételt nyerjen a Jobbikba, ez nem kevés. Egyébként Vona Gábor még egy mondat a DK-t dicsérte ezzel kapcsolatban, azt mondta, hogy ma a Fideszen kívül a Demokratikus Koalíció az egyetlen párt, amely politikai pártként működik, szervezetileg, kommunikációban van stratégiája, tudatos, ami a Demokratikus Koalícióban történik. Egyetért? Van mit tanulni a Demokratikus Koalíciótól? Egyenlőre a közvéleménykutatások azt mutatják, hogy partiban vagyunk a DK-val, tehát beértük őket 100%-osan, 14%-ot mérnek most már a Jobbiknak. És ami nagyon-nagyon fontos, hogy az elmúlt negyed év alatt a Jobbik 250 000 új szavazót tudott megszólítani.
Ami azért nagyon fontos, hogy itt új szavazókról van szó. Tehát nem arról van szó, hogy a DK-tól vagy más ellenzéki pártól csábítottunk el szavazókat, hiszen ezzel még a kormányváltáshoz nem fogunk közelebb kerülni, a torta nem lesz nagyobb, csak újraosztjuk. Azt honnan tudja, hogy honnan csábítottak el szavazókat, vagy honnan nem? A Jobbik százalékosan erősödött, a többi ellenzéki párt pedig százalékosan nem gyengült, következésképp a bizonytalanokat tudtuk megszólítani, és pontosan a bizonytalanok fogják eldönteni a kormányváltást. Tehát az ellenzék meg a Fidesz tábora az nagyjából 50-50, partiban vagyunk, a bizonytalanok lesznek a mérlegnyelve. Aki a bizonytalanokat meg tudja szólítani, és negyedmilliót a Jobbik meg tudott szólítani, az fogja eldönteni a kormányváltást. A Jobbikot szívesen látna a Néppártban, erről beszélt ön is, meg egyébként több párttársa is. Mi az akadály, hogy a Néppártba kérjék a felvételüket? Ez nem úgy megy, hogy berontunk az ajtón, hanem vannak diplomáciai lépések, amelyek megelőzik azt, hogy egy pár családhoz tudjon csatlakozni. Ez a diplomáciai munka zajlik a háttérben. Nyilván óvatos folyamatról van szó, ezért milyen, szerencsés. Milyen munka? Kivel vagy kikkel tárgyalnak? A Jobbik szakpolitikusai tárgyalnak a háttérben, és nyilván Gyöngyösi Márton ebből a szempontból nem megkerülhető, de nagyon fontos, hogy a diplomáciának az a jelenvonása, hogy nem a tévé nyilvánosság előtt zajlik, hanem a háttérben, és amikor lesz eredmény, azt be fogjuk jelenteni. De mit szól a Zsidók Világszövetség elnökének írásához? A napokban jelent ez meg, közelednek a választások, és egészen biztosan számtalanszor előjön még a Jobbik múltja, egészen addig, amíg valahogyan nem tisztázzák. Ronald Lauder szerint bár néhány jobbikos politikus bocsánatot kért korábbi kijelentései miatt, nem őszinték ezek a nyilatkozatok, a Jobbiknak a múltban antiszemita kijelentéseket tevő politikusai közül sokan még mindig a párthoz tartoznak, önt is megnevezi egyébként, nem mint antiszemita politikust, hanem mint aki nem kért bocsánatot, és nem tisztázta a Jobbik múltját. Hát nézze, ehhez képest az első elnökségi ülésen, amit az én elnökségem jellemez, azzal indult az ülés, hogy Kulcsár Gergelyt, aki ugye egy zsidó emlékművet meggyalázott, kizártuk, illetve kezdeményeztük a kizárását a párból. Ezzel teljesen világossá tettük, hogy nem tűrjük a szélsőséges megnyilvánulásokat. Furcsálottam, hogy nem Orbán Viktornak címezték egyébként ezt a levelet, hiszen ő az, aki mondjuk megtűr olyan állami vezetőket az állami igazgatásban, akik Európát gázkamrához hasonlítják. Hova tovább, vannak olyan média guruk a Fidesz hátországában, akik engem jákoboznak, nyilván a származás utalva ezzel, és hát Orbán Viktor mögött ül a parlamenti karében az a Pócs János, aki egy cigány származású embert a kazánba tett, és megégetéssel fenyegette. Na, ha valami, akkor ez a történelem legsötétebb időit idézi. Egy bocsánat kérése sem futotta a Fidesztől, egy elhatárolódása sem futotta, talán neki kellett volna megcímezni ezt a levelet. Indul egyéniben? 2018-ban indult, Csöbör Katalin nyert ön előtt, listán került be, most indul egyéniben? Nagyon-nagyon szeretnék elindulni, nekem Miskolc a szívügyem, és ugye valóban 127 szavazat választott el 2018-ban a győzelemtől, úgyhogy akkor még valódi ellenzéki összefogás nem volt, most pedig lesz. Járványhelyzet, mit szól a Magyar Orvosi Kamara felhívásához? Önöknek, politikusoknak is szól, ugye azt mondja a Magyar Orvosi Kamara, hogy most az összefogásnak, az azonnali cselekvésnek van ideje, és megkéri a politikusokat, hogy ebben a nagy bajban, ebben a helyzetben ne akarja politikai tőkét kovácsolni, hanem inkább fogjanak össze. Örömmel összefognánk a Fidesszel, csak a segítő jobbot folyamatosan elutasítják. Ugye nemrég hívott össze az ellenzék egy rendkívüli parlamenti ülés, pontosan azért, hogy az égető kérdésekről beszélni tudjunk és döntéseket tudjunk hozni. A Fidesz úgy döntött, hogy ebben a helyzetben nem az összefogást választja, hanem otthon nézték a tévét, nem tudom, mit csinálta. Az de nem a Fidesz, beszéljünk az ellenzékről vagy a Jobbikról. Mennyire fogadják meg ezt a kérdést? Nincs nap, hogy az ellenzéki politikusok ne mondanák el, hogy összeomlott az egészségügy, ezért a kormány felelős. Ezért kéri a kamara mindkét oldalt, a Fideszt is egyébként, hogy ne keltsen hamis illúziókat az emberekben, hogy minden rendben van, önöket meg azért, ne riogassák az embereket. Nézze, tehát a Fidesz lassan egy éve korlátlan hatalommal, felhatalmazási törvénnyel irányítja ezt az országot, de egyébként 2010 óta kétharmaddal minden anyagi és minden jogi eszköz ott volt az ő kezükben, hogy rendezzék az egészségügy helyzetét, és mondjuk egy új szolgálati jogviszonnyal nem most akarják megborítani az egészségügyet, nem most üldözzenek már el könyörgöm 5500 egészségügyi dolgozót, amikor a legnagyobb szükség lenne rájuk. Jó, de arra nem válasz, hogy megfogadják-e a Magyar Orvosi Kamara felhívását vagy kérését. Nézze, ellenzéki párként javaslatokkal bombázzuk a kormányt, és azt várjuk, hogy végre fogadjanak már meg belőle valamit, hogy lépjünk egyről a kettőre, mert minden elvesztegetett nap emberi életekbe kerül.
Egyetlen egy dolog még, tud-e olyan programpontot mondani, egyet, olyan elemet, ami egészen biztosan ott lesz 2022-ben a kormányprogramban, a közös ellenzéki programban, amiből nem engednek semmiféleképpen, a Jobbik nem engednek. Nézze, fegyelmezetlenség lenne, hogyha most bármilyen konkrétummal előállnék, hiszen egy közös programalkotásnak az a sarokköve, hogy hat pártnak konszenzussal kell elfogadni. És fegyelmezetlenség vagy bátortalanság, mert nem mer mondani egyetlen olyan programpontot sem, mert nem biztos benne, hogy benne lesz. Azért, mert még zajlik a tárgyalás. Májusra hirdettük meg saját magunknak azt az időpontot, amikor egy minimál programmal már elő tudunk állni, és társadalmi vitára tudjuk bocsájtani. Onnantól kezdve, hogy ez megtörténik, bátran tudjuk majd azt képviselni, de addig, amíg ez nem történik meg, addig az a fegyelmezetlenség jele lenne, már pedig ennek az ellenzék együttműködésnek a legnagyobb ereje az pont a fegyelmezettség. Köszönöm, hogy itt van. Köszönöm szépen.